Ugyan madarak és fák napja van, de engem nagyon érdekelnek a virágok is, nem is akármiből, hanem szalagokból, apró szalagokból, itt a gyöngysor végén három gyönyörűséges rózsafej, ami nem más, mint, kedves vendégünk azonnal elárulja, de megtanultam már a szakszót, hogy kanzashi, és ez egy egészen különleges japán hajtogatási technika, hogyha én jól értettem, szinte az origámival vetekedő. Hegyideál Katalin szalagvirág készítő, aki egyben a Családbarát Központ munkatársa. Igen. Eláruljuk, hogy hogy is kezdődött ez a különös szenvedély, vagy különleges szenvedély? Na, nagyon szívesen. 6 évvel ezelőtt volt az esküvőnk, és elhatároztuk a férjemmel, hogy egy kis családi összejövetelt tartunk, és szeretnénk mindent mi készíteni, hogy azok a vendégek, akik örömmel vesznek részt a mi eseményünkön, boldogságunkon, haza tudjanak vinni egy kis emléket is magukkal. És a meghívó készítésétől kezdve a kis emlékajándékig mindent mi készítettünk, és igazából akkor keresgettem az interneten különböző technikákat, és itt ragadtam a kanzashi technikánál, és azóta tart a szerelem, és egyre komolyabb és komolyabb ékszereket és egyéb használati tárgyakat készítek. Például a fülbe való. Például a csodálatos, és itt azt látom, hogy minél kisebb méretű, annál nagyobb munkát igényel. Megteszi, hogy itt többféle szalagot is hozott, hogy beavat bennünket, hogy hogyan is kell elindítani egy ilyen munkát. Igen, én most egy viszonylag nagy méretű szalaggal fogom megmutatni a kanzashinak az egyik alaphajtogatási technikáját, amikor a két végét a négyszögnek összehajtom, ezt még tovább hajtogatom, és a háromszögnek a két végét újra összehajtom, és akkor itt most belép már az olló, ugyanis ezt a kis helyes szögét nem hagyhatjuk meg, mert ez összeillesztésnél ez azért nekünk picit útba lesz, és használni kell a tüzet, mert a szalag sajátossága a speciális készülék. Nem, ez egy sima mezei öngyújtó, van, aki gyertyát használ, és egy nagyon finom kis lánggal elégetem a végét, hogy összefogja, hát ha nem sikerül egyből, akkor még egyszer, semmi baj. És nincs még vége, ugyanis a végét, hogy megkapjuk magát a virágszironnak az alakját, még tovább fogom ezt szabni, és ezt is el fogom égetni, ugyanis a szalagnak az egyik sajátossága, bár én most keményített szalaggal dolgozom, hogy elkezdi a szálait kiengedni. És tulajdonképpen kész van az első olyan szirmunk, aminek többször összeragasztásával ki tudunk alakítani egy kis virágmotívumot. Ez egy például, alap. Mint itt, ugye itt a gyöngysoron sok-sok szép virág. Az egy másik technika, amit én most nagy szalagon mutattam be, az ehhez kapcsolódik. Ez pontosan ugyanez, csak 2,5 centiméteres szalagból készül el. Önre jellemző a türelem? Igen. Mert másképp ez nem megy. Igen, türelem és végtelen alázat szükséges ehhez a tevékenységhez, és kezdetben azért meg kell birkózni akár az égési sérülésekkel is. Mert nagyon közel van az a láng. De egyébként meg minél többet dolgozik az ember ilyen finom anyagokkal, annál inkább szeretné továbbfejleszteni magát, és még komolyabb munkákat megmutatni. Az esküvőre időben precíz elkészültek ezek a bizonyos kis ajándékok, hiszen akkor kezdték el ezt a szakmát. Igen, azok még nagyon egyszerű kis masnik voltak, nagyon egyszerű kis rózsák voltak, és mivel 25 darabot kellett készíteni, így elkészültünk, igen. Ez azért lényeges, mert ugye most, ha valaki kedvet kap, én remélem, hogy sokan vannak így nézőink közül, mert csak csodálkozunk, és csodálattal tölt el bennünket a munkája, azért ismernünk kell az első lépéseket, amelyek az első sikerélményhez vezetnek. Igen. Tehát azt gondolom, hogy azért még az első lépések is igen nehezek. Nehezek, de én azt gondolom, hogy ha megfelelően, kellő türelemmel fordulunk az anyag iránt, akkor abból csodákat tudunk művelni. Az origami talán Magyarországon ismertebb, ugye papírhajtogatás művészete, igen. De ennek mit tudunk a történetéről? A
Kanzasi már az 1700-1800-as években jelen volt a japán hölgyek körében. Ők kezdték a hajukat díszíteni ezekkel a hajtőkkel, tulajdonképpen ezek hajtők eredetileg. És minél módosabb, minél gazdagabb volt egy japán hölgy, annál értékesebb anyagokat hajtogattak be ebbe a hajtőbe. Ugye itt akár a hernyósejem anyagot is említhetem. Bizony. És igazából egy-egy hajtőnek a díszítettségéből, egy-egy hajtőnek a megjelenéséből lehetett következtetni akár a japán hölgy társadalmi rangjára. De egyébként bármit meg lehet hajtogatni. Én mostanában kísérletezem már a bőrrel. Tehát, hogy ne csak a hölgyeket tüntessük ki ezeknek az ékszereknek a használatával, hanem a férfiak egy nyakkendőtű, vagy egy nagyon szép gallértű formájában. Például, az nehezebb lehet a bőrrel dolgozni, igen, nem annyira adja meg magát. Ott a tüzet nem tudom segítségül hívni, ott nagyon-nagyon pontos ragasztásra van szükség. Az, hogy mekkora lesz a végeredmény, mondjuk ilyen pici virág, vagy mondjuk egy nagyobb, attól függ, hogy milyen széles szalagot használ. Attól függ, hogy milyen széles szalagot használok. Háromféle szalagot használok. Az ékszerekhez mindig a keményített szalagot használom. A virágmotívumokhoz, ami ott a csokorban is látszódik, a lágyabb szalagot használom. És ott azon a kis piros szívecskén pedig az úgynevezett varrónők által nagyon jól ismert feldepántot hajtogatom, és attól lesz olyan szép az íve a motívumnak, hogy milliméter pontossággal kell dolgozni, különben nem fogja kiadni azt a mintát, amit beleálmodunk. Mi a nagy álma most? A nagy álmom az, hogy létre szeretnék hozni egy honlapot, mert eddig csak szűk körben a családnak és ismerősöknek dolgoztam, és most így 6 év gyakorlás után úgy gondolom, hogy megmutathatom most már a nagyvilágnak is. Akkor mielőbb váljék ez? Nagyon köszönöm szépen. Bármivel is dolgozik, és tudom, hogy szeret ajándékozni, igen, és sokan kérik, hogy készítsen akár esküvői csokrokat, igen, de akkor így legalább a honlapját közkincsé teheti, és mindnyájan részt vehetünk akár az alaptanfolyamokon, igen, is. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és minden jót kívánok.